Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Tisztelettel köszöntöm az Air Canada Rouge vezetőit, és tisztelettel köszöntöm a Budapest Airport vezetőségét is. És természetesen tisztelettel köszöntjük azokat az utasokat, akik a Budapest-Toronto járatra várakoznak. Természetesen ez az esemény nem lesz olyan hosszú, hogy a járat már első alkalommal késéssel induljon innen Budapestről. Örülünk annak, hogy az Önök igényeinek megfelelve mai napon már ismételten közvetlenül lehet Budapest és Toronto között utazni. Nagyjából egy esztendővel ezelőtt, június 18-án voltunk itt együtt utoljára, amikor egy másik légitársaság, Torontóból, illetve Montrealból érkező közvetlen járatát köszönthettük, és akkor azt mondhattuk, hogy 7 év után jött létre újra a közvetlen légi összeköttetés Észak-Amerika és Magyarország között, tekintettel arra, hogy a Malév 2008. szeptemberében repült utoljára New Yorkba, illetve Torontóba. Számunkra az Air Canada Rouge Torontót Budapesttel összekötő járata három ok miatt fontos. Fontos a magyar-kanadai gazdasági együttműködés miatt, fontos az ide látogató turisták számának növekedése miatt, de ugyanakkor fontos nemzetpolitikai szempontból is, hiszen a legutóbbi népszámlálás szerint mintegy 310 ezer magyar él Kanadában, közülük is 53 ezer Torontóban, így az anyaországgal való kapcsolat is jelentős mértékben könnyebbé válik. Ma tehát elmondhatjuk azt, hogy immár két légitársaság repüli közvetlenül a Toronto-Budapest útvonalat. Ez azt jelenti, hogy a nyár folyamán heti 4 járat fogja összekötni Közép-Európa legjobbjának választott repteret, Észak-Amerika 8. legjobbjának választott repülőterével. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az Air Canada érkezése azért is megtiszteltetés számunkra, mert az Air Canada a Kanada legnagyobb légitársasága. A tavalyi esztendőben 41 millió utaztattak, szállítottak, és napi 1500 járattal rendelkeznek, emellett pedig a Star Alliance légitársaság alapító tagjai. És az is megtiszteltetés számunkra, hogy amikor 2016-ban három új közép-európai destinációra indítanak el járatokat, akkor abból az egyik immáron Budapest. Ráadásul a Toronto-Budapest járat kiváló átszállási lehetőséget biztosít az Egyesült Államok irányába, mindaddig, amíg tárgyalásaink révben nem érnek, és be nem tudjuk jelenteni Magyarország és Egyesült Államok közötti közvetlen légijárat újraindítását. Ez még egy kis időt igénybe fog venni, de jó Slammers-szel és csapatával elég erőteljesen dolgozunk ezen a kérdésen is. Most tisztelt Hölgyeim és Uraim, az, hogy Torontóból immár hetente 4-szer lehet Budapestre repülni és fordítva, ez két dologra mindenképpen rámutat. Egyrészt a magyar-kanadai kapcsolatok egyre erősödnek, másrészt pedig, hogy Magyarország és Budapest iránt komoly érdeklődés van a tengeren túlon is. Mára Budapest egy olyan brandé vált, amely Észak-Amerikában is vonzó. Budapest nem csak a földrajzi elhelyezkedésének, a látnivalóinak, a pezsgő kulturális életének köszönheti az érdeklődést, hanem annak is, hogy Budapest egy biztonságos város. És az elmúlt hónapok szomorú történései nyomán egyre világosabbá válik, hogy ez a korábban magától értetődő kijelentés már a súlyos kijelentésé válik. Budapest egy biztonságos város, és ez a mai világban az utazó preferencia sorrendjének tekintetében egyértelműen érthető okokból első helyre került. Budapesten nincsenek no-go-zónák, Budapesten nincsenek veszélyes övezetek, Budapesten mindenki jól érezheti magát, a világ bármely pontjáról is érkezik hozzá. Végezetül pedig ez a mai járat kifejezetten pozitív hatással lesz majd a magyar-kanadai gazdasági kapcsolatokra is, ugyanis ez a járat nem csak utasokat szállít, hanem árut is. Több tonnányi kargó kapacitása már most is ki van használva, ami jó hír. A 400 millió dolláros magyar-kanadai kereskedelmi forgalom növekedéséhez ez minden bizonnyal hozzá fog járulni, és hozzá fog járulni ahhoz is, hogy a
jelenleg 105 Magyarországon tevékenykedő kanadai vállalat még közvetlenül tudja tartani kapcsolatot kanadai tulajdonosaival és kanadai anyavállalataival. Végezetül pedig kérem engedjék meg, hogy Josztóhoz hasonlóan néhány számot mondjak önöknek. A tavalyi esztendőben 16%-kal nőtt a Magyarországra látogató kanadai turisták száma, és elérte a 40 ezret. Ők összességében 105 ezer vendég éjszakát töltöttek Magyarországon, amely tavaly 13%-os növekedést jelentett. Az idei esztendő első 4 hónapjában a heti 4 járat nélkül a kanadai turisták száma 8%-kal növekedett hazánkban, és a vendég éjszakák tekintetében is egy 6%-os növekedést tudtunk regisztrálni. Most mivel az idén 4-szer annyi járat fog közlekedni nyáron Toronto és Budapest között, mint tavaly, én azt gondolom, hogy jó reménnyel lehetünk a magyar-kanadai turisztikai forgalom jelentős növekedése tekintetében. Tisztelt alelnök úr, köszönjük szépen, hogy az Air Canada Rouge döntési folyamatai során a 3 új közép-európai destinációba beválasztották Budapestet is. Josznak és a Budapest Airport vezetőinek pedig köszönjük azokat az erőfeszítéseket, amelyek nyomán azt láthatjuk, hogy ha az ember ide megérkezik a budapesti repülőtérre, ez van akinek az életében egy gyakran megadatik, akkor egyre több repülőgépet látunk itt, a forgalom szemmel láthatóan és számokban érezhetően is növekedik, és a kormány azon dolgozik a repülőtér vezetésével együtt, hogy ezek a számok még szebben nézzenek ki a jövőben, még több járat érkezzen Budapestre, induljon innen, és lehetőleg minél előbb be tudjuk jelenteni azt, hogy helyre tudjuk állítani a négi közvetlen négi összeköttetést Magyarország és az Egyesült Államok között. Addig még néhány tárgyalás hátra van, de hogy az észak-amerikai bizalom itt van, azt a mai járatindítás is egészen pontosan megmutatja. Köszönöm szépen önöknek a megtisztelő figyelmet, az utasoknak pedig, akik mai nap folyamán Torontót választották úti céljukul, jó utazást kívánok, és a saját tapasztalataimból kiindulva, csak annyit tudok kívánni, hogy rázom keveset a repülőgép. Mindenkinek jó munkát kívánok a mai napra.